Folytatódik a lassú apadás térségünkben. A vízszint csökkenése lehetővé tette a Tisza-tó menti védelmi szakaszon a készültség megszüntetését a tegnapi napon. A Tisza közel egyidejűleg tetőzött Szolnok és Tiszaug térségében. A kötivízig megszüntette a készültséget a kiskörei tározó Tisza-tó menti védelmi szakaszon, így jelenleg Kiskörétől a balparton Lakitelekig, illetve jobb parton Csongrádig. Az elmúlt napokban felfedezett hódüregek miatt a Zagyva jobb parti töltésének 40 plusz 850, valamint 29 plusz 836 töltéskilométer szelvényében az igazgatóság pontszerű, harmadfokú árvízvédelmi készültséget tart fent. A mai napon Szolnoknál 759 cm-t mértünk. Jelenleg a Tisza Szolnok és Tiszabuj közötti szakaszon tetőzik, tehát Szolnoknál ma délutáni órákban várható a tetőzés, amit előrejeleztünk érték környékén, tehát a 760 cm környékén. Belvízvédekezés. Az igazgatóság valamennyi belvízes szakaszán készültség van érvényben. Másodfokban történik a belvízmentesítés a Karcagi, a Kisújszállási, a Jászberényi, a Jászkíséri, a Tiszakécskei és a Kiskörei szakaszon, míg elsőfokú a készültség a Mezőtúri, a Kunhegyesi, a Törökszentmiklósi és a Cibakházi, valamint a Ceglédi belvízvédelmi szakaszon. Az elmúlt 24 órában 32 szivattyútelep és 4 mobil gépegység üzemelt, melyek együttesen 1,2 millió köbméter vizet emeltek át a befogadókba. Az áradás rengeteg szemetet hozott magával. Jelenleg figyelőszolgálatot látunk el, az az úszadék mennyiség, ami érkezett, az levonult, számoltuk a palackoknak a számát, és arra a megállapításra jutottunk, hogy ami beérkezik felső szakaszon Tiszafürednél, az alsó részen annál kevesebb távozik el, tehát az úszadék egy bizonyos mennyisége itt kirakódik a mi védelmi szakaszainkon, tehát ezt az árhullám levonulása után össze kell szednünk. Az igazgatósághoz beérkezett információk alapján az önkormányzatok közül másodfokú belvízvédelmi készültséget tart fent Túrkeve, Jászkísér pedig elsőfokban védekezik. A szakemberek akciót hirdettek, tisztítsuk meg a Tiszát címmel.